estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A koronavírus járvány kellős közepén vagyunk, így talán mi sem természetesebb, hogy a fehérvári beszélgetések kapcsán megszólítassék egy orvos is. Jelen esetben Kovács Krisztián a vendégem, a Fejér megyei Orvoskamara új elnöke. Tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk. Üdvözlöm én is, jó estét kívánok! Természetesen szó esik a járvány kapcsán, hiszen néhány kérdés felmerül bennünk, viszont én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy megismerkedjünk önnel, bár azt nagyon is jól tudjuk, hogy Maroshegyen, hiszen Maroshegyen házi orvos már nagyon sokan ismerik, és természetesen a városban is egyéb okokból. Az első kérdés nem is lehet más, hogy a hivatás választásáról kérdezzem, hiszen hogy választotta az orvostudományt és a Debreceni Orvostudományi Egyetemet? Érdekes kérdés, és már beszélgettünk erről másokkal is, akár hasonló keretek között is. Megmondom őszintén, nem emlékszem pontosan, hogy történt. Édesapám állatorvos, édesanyám gyógyszerész, nekik a családjukban is vannak orvosok, állatorvosok. És amikor a pályaválasztás volt gimnázium alatt, akkor valahogy így a terelgetéssel kerültem én a orvosi pályára, ami természetesen egy jó választásnak bizonyult így utólag is. Azonban én is szoktam rajta gondolkodni, hogy miért nem gyógyszerész és miért nem állatorvos. Ez tűnt akkor egy logikus választásnak. Aztán Székesfehérvárra került. Ugye 1999 az új évezred előtt egy esztendővel, majd házi orvos. Mindig is házi orvos szeretett volna lenni? Hiszen a házi orvosi szakvizsga az első, amelyet megszerzett. Erre viszont már határozottan emlékszem, ez abszolút így volt. Tehát természetesen, amikor az egyetemen a klinikumokkal kezdtünk ismerkedni, tanulni, akkor az ember mindannyiunk fejébe sok dolog megfordult, sok ötlet, hogy mi lenne jó, hova lenne jó menni. Nekem egy nagyon fontos részlet volt az életemben, egy olyan családi barát, ahol ez a barát háziorvos volt, és én nagyon könnyen beleláttam ebbe a háziorvosi munkába, és ez elsőre megtetszett, úgyhogy igen, az egyetem végzés után azonnal háziorvos rezidensnek jelentkeztem. Ez akkor indult ez a képzési módszer, 2 év rezidens képzéssel, és amikor ez végződött 98-ban, utána tudtam én pályázni egy megüresedő, vagy egy újonnan fejlesztett körzetbe Székesfehérvárra. Tehát Székesfehérvári lett, mondhatjuk így, hiszen 2000 óta pedig a polgári idősek otthonában is dolgozott, mint házi orvos, emellett pedig végstádiumi betegek otthoni hospice ellátásában is részt vett. Ez hogy választotta az idősek és a végstádiumban élők? Tehát ez a bizonyos palliatív gondozás, amiről majd a később esik szó. Az idősek otthona, amikor én ide kerültem, akkor egy szintén ismerős kolléganő kérésére kerestek meg engem Polgárdiból, ez a Fővárosi Önkormányzat idősek otthona, ahol akkor a nyugdíjba ment a ott dolgozó háziorvos, és igazándiból egy jó ötletnek tűnt, nem túl sok páciensem volt abban az időszakban, időm az viszont sok volt, egy új kihívásnak tűnt, és hát ez igen, ez, hogyha az ember számolgat, akkor ez 20 éve történt. És valóban ez egy különleges aspektusa vagy szelete az orvosi ellátásnak, én ezt nagyon szeretem. Különleges bánásmódot, különleges gondolkodást igényel mind az idősek otthona, és ezen keresztül a hospice végstádiumú elsősorban daganatos betegeknek az ápolása. Ez rendkívüli méltóság és felelősség is. Én azt gondolom, minden szelete ilyen az orvoslásnak. Ez egy teljesen különleges, talán egy kicsit háttérbe szorított vagy elhanyagolt, de furcsa, mert sokan mondják, hogy ez mennyire nyomasztó egy idősek otthona, vagy mennyire nyomasztó olyan betegekkel találkozni, nekik segítséget nyújtani, akik már a kuratív, gyógyító terápiák után vannak. Tehát tényleg csak az állapot fenntartást, vagy a méltóság teljes életvéget tudjuk biztosítani, viszont
Viszont ezt a munkát csinálva, és ezt a munkát tapasztalva, ez rettentően sok plusz tud adni, hiszen nagyon kis dolgokkal is az ember nagy segítségeket tud adni. Önmagáról azt mondta, hogy a páciens-orvos kommunikáció új alapokra helyezése is fontos az ön számára. Most én azt gondolom, hogy házi orvosként ez alapvetés. Viszont soha nem elég a betegnek, hiszen a beteget általában a házi orvosok tetszik, nem tetszik, elkényeztetik. És hogy hiteles maradhasson, hogyan lehet ezt a páciens-orvos kapcsolatot segíteni? Hogyan lehet új alapokra tenni? Ön hogy csinálta Maroshegyen? Nehéz ügy. Kicsit ebből a szempontból sok dolog miatt nagyon jó, hogy magyarok vagyunk, de ez is egy érdekes történet. Magyarországon szerintem minden egy picit máshogyan működik, és valóban ez az elkényeztetett szó, ez egy idézőjelbe téve természetesen egy jó kifejezés erre. Én azt gondolom, hogy ezt úgy lehet elsősorban megoldani, hogy a rendelési idők, illetve a keretek betartása között egy maximális odafigyelő kuratív munkát vagy gondozási munkát adunk, és maximálisan olyan információkat biztosítunk a betegnek, amiről meg is győződünk, hogy ezek célba értek, ezek a nem utasítások, tanácsok, de gyógyszerek szedésével kapcsolatban például utasítások, hogy mit hogyan kell csinálni. Nagyon sokszor ezen elsiklik egy ilyen beszélgetés, egy ilyen orvos-beteg kapcsolat, illetve fontosnak tartom azt, hogy ezeket a kereteket jelöljük ki. Hiszen én az elkényeztetés alatt elsősorban azt értem, hogy nagyon sok esetben egy orvos-beteg kapcsolatban nem az effektív munkával, hanem idézőjelbe téve csevegéssel folyik a találkozás, amit én egy jó pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy ez nem biztos, hogy az én igényeimet kielégíti. Ezért kaptam én egy picit hideget is, meleget is, tehát van, akinek nagyon jó, hogy én szakszerű információkkal, szakszerű módon ellátom, van, aki viszont a másikat igényelni. Azzal nem biztos, hogy együtt dolgozunk már, de ezt... Én azt gondoltam, hogy ezt meg kellett tennem a saját munkám, a saját életszervezésem miatt. Hiszen két évtized eltelt idestól. Így van. Nos, melyek a kulcspillanatok egy házi orvosi munkában? Melyik az a pillanat, amikor azt mondja a házi orvos magának, hogy most már ez az enyém, ez a körzet, tehát ismerem kívül belül, bár természetesen teljes egészében nem lehet megismerni egy területet, mint Maroshegy. De hogy ez már az enyém, most már otthon vagyok. Van ilyen pillanat? Érdekes. Mindenképp van ilyen pillanat. Főleg az én esetemben én egy gyakorlatilag utca szerint kirendelve 2200 ember tartozik ehhez a praxishoz. Amikor én ezt a körzetet betöltöttem, akkor ebben 3-400 páciens volt. Ez egy újonnan kialakított körzet volt. Tehát gyakorlatilag én mindenkivel megismerkedtem, ahogy ide került. Jelen pillanatban a bejelentkezettek száma 2400 körüli. Tehát ebből a szempontból más egy kicsit, mint hogyha egy teljes körzetet vettem volna át. Viszont én inkább az időre tartanám ezt, vagy időhöz kötném ezt, egy 5-8 év után már én úgy éreztem, hogy igen, ez már az én körzetem, ide tartozom. Igen. Nos, ugye amikor azt mondja, hogy végstádiumi betegek otthoni hospice ellátásában részt veszett, ennek ez 2002 óta, ugyanakkor az egyik fő érdeklődési területe a megelőző orvoslás minden szélesebb körben való elterjesztése. Ez a kettő kiegészíti egymást? Hiszen a prevenció, illetve a végstádiumú betegek ápolása, az különbözik. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen egy megelőző tevékenység. Tehát hogy jön össze ez a kettő? Ez abból fakad az én fejemben, hogy a házi orvosi munka egy nagyon sokrétű munka.
Igen, a megelőző orvoslás és az, hogy nagyon sokszor rutinnak tűnő dolgokat csináltatunk, laborokat kérünk, beutalókat adunk, hogy milyen szakvizsgálatokra kell egy-egy betegség gondozása kapcsán milyen időnként elmenni. Ezek rutin dolgoknak tűnnek, de a rutinban észrevenni azt, hogy mikor kell ezt sűríteni, mikor van valami olyan eredmény, amivel igazándiból foglalkozni kell és mást kell csinálni, ez egyik szelete. Én ezért szeretem a házi orvoslást elsősorban, mert nem csak ebből áll. A végstádiumú daganatos betegek ellátása, a palliatív ellátás, az életvégi ellátás az egy egészen más szelete, de itt is lehet ezt megelőző módon tenni, hogyha csak egy példát mondhatok, és nem szakmázva, hogyha egy otthon fekvő, gyakorlatilag, és mondjuk ki halálra készülő páciensnél megfelelő módon pozícionáljuk, forgatjuk, mozgatjuk, akkor mondjuk meg tudunk előzni felfekvéseket. Ami egy nagyon-nagyon gyötrő és nagyon-nagyon nagy fájdalmakat, kellemetlenségeket okozó állapot lehet, úgyhogy még így össze is lehet hozni, de természetesen a megelőzésben elsősorban a másik populáció részre kell gondolnunk. Világos, tehát nyilván ezért választotta azt az utat, hogy 2014-ben palliatív terápiás szakorvos lett. Ez is egy érdekes történet. 2002 óta egy házi betegápoló cég, akit végül is a betegeinket otthoni szakellátásban infúziós terápia, kötözés, gyógytornát tudunk így biztosítani, dolgozom együtt. És a 2000-es években, 90-es években és a 2000-es években vált széleskörű Magyarországon ez a hospice szemlélet, illetve hospice ellátás, és akkor még nem volt ebből szakvizsga, és ez a szakápoló cég elkezdett dolgozni, a nővéreket képezték ilyen módon, és szükségük volt egy ilyen orvosra, és megtetszett az ötlet is, megtetszett maga az ellátás, és úgyhogy azóta töretlenül dolgozunk együtt, és 2014-ben pedig egy kormányzati vagy minisztériumi döntés alapján lehetett ebből, akik 10 éve már dolgoztak ilyen pályán, egy gyorsított módon egy szakvizsgát, licenszvizsgát tenni, és ekkor történt ez. Hogy mennyire nyitott, hiszen nagyon sok mindenről beszélgettünk, mármint szakmai kérdésekről, hogy van még egy, tehát egy olyan diétás módszer, ami egy súlycsökkentő életmód javító történet, és ebbe is belefogott, ez is remekül működik, ahogy nézegettem a honlapot. Igen, én hiszek abban, hogy mindig kell valami újat csinálni, és mindig kell valamit, amivel jó lehet. Ez jó beilleszthető a házi orvosi munkámba, egészen más szemléletet, és egyébként, hogyha visszakanyarodhatok, egészen más kommunikációt kíván. Nagyon abból a szempontból igen, van egy kicsit nyomasztó része ebből a házi orvosi munkának, hogy nagy beteg létszámmal foglalkozunk, nagyon sok emberrel, nagyon sok orvosbeteg találkozással nap mint nap, és valóban ezt el kell ismernünk, nincs annyi időnk, hogy mindig nyugodtan végigbeszéljünk dolgokat. Ez a étrendi tanácsadás fogyókúra, ez tulajdonképpen arról szól, hogy megtanuljuk egy picikét, hogy mi miért történik a szervezetünkben, miért hízunk, miért fogyunk, mivel rontunk, mivel nem. Nem kell, azt szoktam mondani, hogy nem kell biológiából leérettségizni, de 4-5 dolgot érdemes megtanulni. Ezt ebből egyébként sok mindent átemeltem a praxisban végzett munkámhoz is, és ez egy kis felüdülést jelent a monotonitáshoz képest mindenféleképpen. Tehát zajlik az élet a Kovács családban. Nagyfia, nagylánya ugyanilyen nagyfiam, tevéken? Nagyfiam, nagylényem. Nagyfiam másodéves a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Hol másutt? Azt igen, azt ennyit presszionáltam felé, hogy Debrecen egy jó egyetemi város, és ezt megfogadta, és így utólag örömmel nyugtázta, hogy ez valóban egy jó egyetemi város. Meg testvéremek egyébként Debrecenben laknak, tehát egy kis családi kötődés is van, úgyhogy ő most itthon karanténban online oktatással végzi az egyetemet. Nagylányom pedig 18 éves lesz, ő gimnazista, szintén online módon most a Megérkeztünk az orvoskamarához. Azért az orvoskamara egy különleges társaság mindig, és a
az a pillanat, amikor szerepet vállalt a kamarában, egyáltalán az természetes volt, hogy a kamarai tag lesz? És a később pedig titkár, majd most elnök? Amikor én végeztem, akkor már kötelező kamarai tagság volt, tehát teljesen természetes. És volt egy olyan időszak a Magyarországnak, amikor ez a kötelező orvoskamarai tagság megszűnt. És tulajdonképpen ekkor kapcsolódtam egy kicsit mélyebben a Fejér megyei kamarához. Én megtartottam a tagságomat Derényi Gábor doktor úrral, aki a Fejér megyei orvoskamarának a évtizedek óta az egyik legnagyobb mozgató rugója. Szorosabb kapcsolatba kerültünk, beszélgettünk sokat a kamaráról, akkor nagyon sok olyan munka volt, hogy ezt a kamarai tagságot próbáljuk megtartani, ami Fejér megyében egyébként országos átlagon felüli módon sikerült, és amikor ismételten kötelező kamarai tagság lett, akkor egy picit ott találtam magam ennek a Fejér megyei kamarának a szervezésében. Egy 8 évig a házi orvosokkal kapcsolatos dolgok lettek hozzám delegálva. Mi csapatban dolgozunk itt, és tavaly óta pedig én vagyok a Fejér megyei kamarának az elnöke. Melyek az elsődleges feladatai most ebben a felgyorsult világban? Egy olyan, tehát most még nem a pandémiánál tartunk. Az orvoskamaránál? Ez egy érdekes kérdés, hiszen nem titok, tehát a tavaly év novemberében az országos kamarai választásokon egy óriási váltás, egy teljes garnitúraváltás történt. Minden pozíciójában a Magyar Orvosi Kamara országos vezetése lecserélődött. Erre nem nagyon volt példa eddig. És egy picit tanulgattuk egymással. Sok olyan megye van, ahol szintén ilyen nagy váltás volt. Fejér megye nem ezek közé tartozik. Nálunk is voltak változások, de egy 65-70% a kamarában aktívan dolgozóknak ugyanaz maradt. Egy kicsit tanulgattuk egymást, hogy mit szeretnénk és hogy csinálunk. Ebbe szólt bele a járvány, tehát most egy különleges állapot van. Hogy mi a felgyorsult világban a kamarának a szerepe, amit mi gondolunk erről, hogy egy erős kamarát kell csinálnunk Fejér megyében. Én azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen a politikusokkal, elkerülhetetlen az önkormányzatokkal, és természetesen a kollégáinkkal történő együttműködés. Próbálunk ennek megfelelni, próbálunk az országos trendeknek megfelelni. Azt mondhatom még ebbe a pandémiás időkben is, hogy napi problémákkal is keresnek bennünket minden nap valamilyen formában, odáig, hogy tagsági igazolás, odáig, hogy jogi segítség, odáig, hogy önkormányzattal való tárgyalásban való segítség. És természetesen próbálunk megfelelő információkat eljuttatni mindenkihez ebben az időszakban is. No, hát most érkeztünk meg a koronavírushoz, ha érintőlegesen már ugye esett szó róla, nyakunkba szakadt, leginkább a nyakukba szakadt, úgyhogy minden elismerésünk az orvostársadalomé, hiszen emberfeletti munkát végeznek az ápolókkal együtt, ápolókat nyilván nem felejthetjük ki. Nagyon-nagyon sokrétű, most nyilván nem fogunk szakmázni olyan mélységében, hiszen jószerű lesz folyik tévéből, rádióból, újságokban, mindenhol olvashatunk róla, de azért néhány dolgot hadd kérdezzek Öntől. Nagyon sokan kiemelik az immunrendszer fontosságát. Mennyire játszik szerepet az immunrendszer fejlettsége, helyzete a koronavírus veszély idején? Természetesen ez egy vírusfertőzés. Minden olyan dolog, ami az immunrendszerünket befolyásolja, legyen ez egy általános állapot, egy szellemi vagy fizikai túlterheltség, egy betegség, ami csökkent ezen, ez rontja az esélyeinket egy jó védekezésre, egy vírusfertőzéssel kapcsolatban. Ez egy picit nehezen megfogható, hiszen nem egy fekete-fehér igen-nem dolog, hogy hogyan, melyik az a pillanat, amikortól már jó az immunrendszerem, és mikor nem. Van benne egyéni érzékenység is. Ezt azt gondolom, hogy
sok helyen hangsúlyozott, hogy egy megfelelő szellemi, lelki és fizikai állapottal lehet ezt jól fenntartani. Mindig előjön ez tavasszal is, télen is, hiszen mindig vannak kisebb járványos időszakok, nem összehasonlítva ezzel természetesen. Úgyhogy ez egy fontos dolog. Hogyha tanácsokat akarunk osztani, és tanácsokat akarunk adni, akkor igen, ez a sokat hangsúlyozott napi mozgás, megfelelő pihenés, megfelelő szellemi elfoglaltság, ezek fontos dolgok. Természetesen vannak kikerülhetetlen dolgok, mert ha valaki munkanélkül lesz, akkor a lelki békéje az nem biztos, hogy a legjobb állapotban van, de ebből a szempontból érdemes ezt tudatosan megtennünk, és tudatosan figyelnünk arra, hogy az immunrendszerünk rendben legyen. Tehát fontos a mentális és a fizikai teljesítőképességünk is, és odafigyeljünk egymásra. Melyek azok a veszélyeztetett betegségek, tehát itt gondolok szív- és érrendszeri betegségek és a többi, ami kritikussá teheti valakinek az állapotát, aki megkapja ezt a fertőzést? Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, ezt két fő csoportra bonthatjuk. Az egyik egy olyan betegség, csoportok, amik nagyjából rendben vannak békeidőben. Tehát rendben tudjuk tartani egy többszörös infarktusos beteget, rendben tudunk tartani egy gondozott aszmás beteget, vagy egy autoimmun beteget. Viszont hogyha őket bármilyen fertőzés, sok hatás éri, és most a sok hatás alatt egy fertőzést élek, értek, akkor sokkal kisebb alkalmazkodó képességük van. És ez a kisebb alkalmazkodó képességből őnekik ez az alapbetegségük dekompenzálódhat, elkezdhet hirtelen romlani. És ez az egyik, ezt halljuk is a napi hírekben, hogy krónikus betegségekkel bírnak azok, akik az intenzív osztályon fekszenek. A másik csoport pedig az, hogyha valami miatt ez az előbb említett védekező képességünk gyengül, egy daganatos betegnek a kemoterápiája, egy autoimmun betegnek a terápiája sokszor befolyásolja ezt a védekező képességet, és ez ugyanígy egy súlyosabb fertőzést okozhat. Mindig felmerül a kérdés, hogy gyanú esetén mi a teendő. Első a telefon. Kit hívjunk, miért? Igen. Hogy tegyük? Kezdjük a súlyosabbal. Hogyha magas lázam lesz, fulladni kezdek, vagy ilyen alapbetegséggel bírok, amit az előbb említettem, és ennek a betegség romlásának a tüneteit észlelem békeidőben is és most is, akkor a mentőt kell hívni. Tehát, hogyha én elkezdek este 9 órakor fulladni, tudom, hogy volt 2 infarktusom, közben még lázam is lett, és ez a fulladás az eddig megtanult praktikákra nem javul, fulladok jobban, akkor ne várjunk holnap reggelig a házi orvosra, hanem mentőt hívjunk, hiszen kritikus életet veszélyeztető állapotom van. Hogyha nincs ilyen, nem vagyok ilyen állapotban, vagy nincs ilyen betegségem és belázasodom, akkor pedig a háziorvost kell felhívni, és tanácsot fogok kapni, illetve hát most nem csak tanácsot, hanem akár telefonon döntve hatósági eljárást, tesztelést tud rendelni a háziorvos. Nyilván a háziorvos bármilyen praxissal és múlttal rendelkezik, nem jós, tehát nem is kérdezem meg, hogy mit gondol, mikor lesz vége a járványnak, viszont azért legyünk bizakodóak, és én azt kívánom önnek, miközben megköszönöm, hogy megtisztelt bennünket, hogy a hobbiát, a Székesfehérvárhoz kötődő turisztikai és történelmi kalandjátékok programot tovább tudja szervezni. És hát bizakodó vagyok, hogy egyszer majd lesz rá módunk és alkalmunk, hogy megnézzünk egy ilyen kalandjátékot. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Vendégem Kovács Krisztián volt, a Fejér megyei Orvoskamara elnöke, akitől többek között megtudhattuk, hogy mi történik koronavírus járvány idején velünk, mi mindent lehet tennünk. Emellett pedig mi mással búcsúzhatnék, mint hogy köszönöm figyelmüket, és kérem, maradjanak otthon. Viszontlátásra!